Május 9-én az esti órákban a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai állítottak meg egy lengyel rendszámú kisbuszt az M6-os autópálya Fácánkerti pihenőhelyénél ellenőrzésre. A rutin ellenőrzésnek indult munka azonban hamar megváltozott. A jármű megállítása során észlelték, hogy az autóban nem magyar állampolgárok utaznak, magukat afgán állampolgárnak való személyek utaztak, és az autót pedig egy ukrán állampolgár vezette. A bátaszéki autópálya alosztály járőrei a helyszínre érkezés után megállapították, hogy az autóban utazó 8 afgán férfi illegális migráns, hiszen nem rendelkeztek semmilyen irattal. A kisbuszt vezető ukrán férfi pedig embercsempész. Kollégáim mind a 9 szemét előállították, közülük a 8 afgán állampolgárt visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz, míg a jármű vezetőjével szemben egy 42 éves ukrán férfival szemben embercsempész és büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntető eljárást a Tolnamegyei Rendőrfőkapitányságon. A férfit akár 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélheti majd a bíróság.